művészetet mindenkinek. Ezzel a céllal tart nyitva ma éjfélig Budapesten a Falk Miksa utcai galériák többsége. Azért, hogy ne csak az a szűk réteg ismerje meg a kortárs művészetet, aki műkincsekbe fekteti a pénzét. A rendezvény új vásárlókat és új műélvezőket akar hódítani, ahogyan például ez Párizsban vagy Londonban már kialakult. Performance egy pesti galériában. Mindennapos is lehetne, de nem az. Bahorn András és Jurecskó László nem véletlenül szalonnáznak a kirakatban. Ők nyitották ma a műgyűjtők éjszakáját. Az ötlet lényege, hogy ezen az estén éjszakán minden galéria kinyitja a kapuit azoknak is, akik csak ritkán vagy talán soha nem néznének el ide a Felsőkása utcába, mert csak azért sem, mert nincsenek millióik egy festményre vagy egy szoborra. Ők a kispénzű kezdőpolgárok. És ezt szeretné a kenyeret szeretelő tulajdonos is. De annyira lesz eredmény, hogy szerintem sok mindent el fogunk adni. De nem csak a kispénzűeknek megfizethető kínálatú galériák vesznek részt a műgyűjtők éjszakáján. Egy képet megadtunk, igen. Azt a lélek. Neki, a göndör fiatalembernek köszönhető, hogy ami Párizsban vagy akár Londonban is már évek óta van, az egy ideje a Kispesti utcában is működik. Azt próbáltuk elindítani, hogy egy időben negyed évente mindenki csinál egy kiállítást, mint ott, ami azon az estén egy olyan tömeget tud generálni, amiből mindenki profitálhat. Tehát a gyűjtők, az érdeklődők, úgy, mint a galériások, a művészek. Mert ilyenkor nem csak civilek járják az utcát, komoly gyűjtők is kíváncsiak arra, mit mutat meg nekik egy ilyen éjszakán a pesti galéria negyed. Volt olyan ismerős, hogy New York-i magyar galériás, aki bejött a galériába, itt látott olyan műveket, pont a Rej Judittól, akit most is kiállítunk, ami nagyon megtetszett neki, most New York-ba csinált kiállítást, több múzeum eladása volt, és most az Alt-Amerikában most jött egy két oldalas nagy cikk a művésznőről, tehát így generálja egymást. Mert a marketing igenis fontos a kortárs művészetben. Picasso szinte mindenki ismeri és tudja, jó befektetés. De a mai magyar képzőművészethez szakértőre is szükség lehet. Ez egy nagyon szubjektív terület, tehát ez nem olyan, mint egy részvény, hogy most én megnézem ezt a mutatót, azt a mutatót, meg azt a mutatót, hanem az ember gyomorból érzi azt, hogy azt a képet szereti-e. Előfordulhat, hogy a gyomorban érzett szerelem rossz befektetés lesz. Egy ilyen éjszaka azonban pont arra adhat lehetőséget, hogy egyéb finomságok is kiderüljenek a kezdő műgyűjtőknek. Ha kortársat veszek, akkor az elsődleges szempont, hogy az a művész, akit veszek, az képviselve van-e valamelyik fontos galéria által, amelyik galéria foglalkozik bele, amelyik galéria menedzseri azt a művészt tulajdonképpen. Magunknak nem volt menedzsere, egy képét sem adta el az életében. Ilyesmi ma Magyarországon a galériások szerint nem történhet meg egy művésszel. Ha valaki átütően tehetséges, annak van hely, ahol megmutathatja, mit tud. És ha meg is akarják nézni, még éjfélig megtehetik, ha a fővárosban laknak.